Sziasztok! Ez itt a Europa Universalis kezdőknek legújabb epizódja a Bögre csatornán. Hát gondolom, ezt kitaláltátok. Skócia, illetve most először egy olyan játékmechanikáról fogok beszélni, ami kizárólag DLC-vel, illetve DLC vásárlásával érhető el. Amiről eddig szó volt, az ugye a központi dolgok, egy része DLC, más része nem. Volt, ahol tudtam jelezni, hogy mi az, és ami nincs, ami nem áll rendelkezésre, hogyha nem rendelkezünk ezzel-azzal a kiegészítővel. De volt olyan, amikor meg nem. Tehát nyilván elfelejtettem. Most viszont 100%-ban olyan dologról lesz szó, amit a Cossacks nevű DLC hozott be, méghozzá a rendek. Azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, mert először is a Cossacks viszonylag régen volt, tehát jó áron meg lehet szerezni. Másodszor egy olyan játékmechanikát ad, ami viszonylag fontos. Nagyon fontos. Olyan értelemben, hogy megkönnyítheti az életünket, meg is nehezítheti az életünket, de mindenképpen kicsit érdekesebbé teszi a játékot, főleg békeidőben. A rendeket, illetve a rendek megjelenését elsősorban azért találták ki, hogy először is a belpolitika az jobban megjelenjen, másodszorban pedig, hogy békeidőben is legyen azért, ami lekötheti a figyelmünket. Mik is ezek a rendek? Nos, összesen a játékban, ha jól tudom, 6 darab rend van, viszont a legtöbb ország 3-mal rendelkezik. Ezt a következőképpen tudjátok megnézni rá a zászlónkra, és itt a legszélső ezek az estates-ek, azaz estates, azaz rendek, vagy estate-ek, azaz azok rendek. Katolikus országban tehát nagyon sok minden befolyásolja, hogy éppen milyen rendek állnak a rendelkezésünkre. Az államforma elsősorban és a vallás. Mi katolikus királyság vagyunk most Skóciával, úgyhogy nekünk ez a 3 rend van, amivel a leggyakrabban fogtok találkozni. Méghozzá a városi polgárok, a papság és a nemesség. Ezek a amint látjátok, először is ezek adnak ilyen állandó pozitív dolgokat, vagy bónuszokat, amennyiben elég jobban vagyunk velük. Mit jelent az, hogy elég jobban vagyunk velük? Ezt a lojalitás jelzi itt. 50%-on van, ez 0-tól 100%-ig terjedhet, és ez egy állandóan középre tartó szám. Tehát, hogyha mondjuk 60 van, akkor csökken, ha 40, akkor folyamatosan havi szinten nő. Ezek mellett befolyásolja ezt az értéket, befolyásolhatják ilyen random események, amiből viszonylag sok van a játék során. Mondjuk felajánl egy ilyet, hogy a papság és a nemesség között ellentét van, melyiket támogatjuk, amelyiket támogatjuk, az nyilván lojálisabb lesz, a másik viszont kevésbé. Na most, amíg ők 50%-on vannak, addig egy ilyen közepes bónuszokat adnak. Amint látjátok, a városi emberek, a polgárok 5%-kal megdobják a kereskedelmet, a papság 10%-os plusz adókat, vagy adó többletet jelent, és a nemesség pedig 15%-kal gyorsabban, a nemességnek köszönhetően 15%-kal gyorsabban nyerjük vissza a manpower-t, vagy a tartalékosságokat. Tartalékos számot, mindegy. Belegabajodtam. Na most, a másik két fontos szám a lojalitásra kapcsolatban a 60% és a 40%. Ha 60%-on túl van, akkor kicsit még több bónuszt kapunk. Például 2,5%-kal olcsóbb lesz növelni a developmentet egy tartományban. Ezt adják a burgerek. Míg ez ugye sima 10%, hogyha a papság 50%-osan kedvel minket, ilyen középértéken. Emellé jön még 5%-kal olcsóbb stabilitásvásárlás, hogyha 60% felett vannak, és havi 0,5 pápai befolyás, amiről majd az egyházzal és azon belül is a katolicizmusra szóló részben lesz szó. Viszont ugyanakkor, hogyha 40% alá esik a lojalitásuk, akkor pedig
először is eltűnik, ez a pozitív szám, és egy negatív marad csak, illetve több negatív, méghozzá például itt a papságnál 5%-kal kevesebb adó, 5%-kal drágább stabilitásvásárlás, és a pápa is kevésbé fog minket kedvelni. Aztán persze nem csak ez a három esztét van, azt hiszem a franciáknak van egy külön ilyen esztétjük, ebben nem vagyok biztos, illetve ha van is, valószínűleg az, ami itt van, ez a felsorolt három, viszont ezek esetleg más a neve. De például az ottománoknak egészen mások vannak, Dimi van, meg Ulema, meg ilyesmik, még itt, például Litvániában, meg ahol már így erősek a horda területeken, ott a hordáknak is vannak külön, ezeknek a tribe-oknak, azaz a törzseknek is vannak külön, van egy külön számuk, ami elég durva egyébként, mert hogyha ők például fellázadnak, mert mondjuk nagyon alacsony a lojalitás, akkor ők képesek saját kis országot létrehozni. Ők az egyetlenek igazából, akik létre tudnak hozni egy olyan országot, ami nem létezett korábban, nem rendelkezik korral. Például, hogyha Bakhmutban itt fellázadnának, és különválnának a Great Horde nevű országtól, azaz a mongoloktól, akkor egy Bakhmut nevű országot hoznának létre, ami tud érdekes eredményt hozni. Na de térjünk vissza ide. Ja, és még annyi, hogy bizonyos országok nem rendelkeznek egyáltalán, ahol mondjuk más játékmechanikával ütközik, ilyen Ming, azaz Kína, ott nincsenek esztétek, és nincsenek esztétek a Holland Köztársaságban, nincsenek továbbá az észak-amerikai törzseknél és a szibériai törzseknél. Igen, azt hiszem ezek. De erről is van részletes wiki, most csak overview-t szeretnék adni, csak beszéljünk róla egy kicsit, hogy ilyenek is vannak. Megismertelek titeket az alapkoncepcióval, és a többit majd kitaláljátok magatoknak. Nem, a többről majd beszélünk, hogyha kicsit jobban belemegyünk. Erről már volt szó az előző részben. Na aztán milyen számok vannak még nekünk, tehát ez a lojalitás, aztán van influence, azaz mekkora befolyása. Ez problémás, ugyanis amíg 80% alatt van, addig nincs probléma. Viszont 80% fölött megjelenik a veszélye annak, hogy megragadják a hatalmat. És itt egy ilyen disaster megjelenik. Azaz egy nem tragédia, hanem egy másik. Disaster. Nem úgy eszem van a magyar neve. Kicsit későn veszem fel ezt a részt. Bocsánat érte. Katasztrófa! Ez az, megvan. Katasztrófa. Erről amúgy majd itt a disasterökről, meg itt a lázadókról a következő részben lesz szó. Tehát a katasztrófa jelenik meg, és az úgy működik, mint az összes többi katasztrófa játékmechanika, mondom, erről beszélek szombaton. És bizony elég fájdalmas tud lenni az, hogy visszaszerezzük magunknak a hatalmat. Tehát érdemes úgy sáfárkodni vele, hogy ne menjen 80% fölé, és néha azért előfordul egyébként. És nem utolsó sorban pedig terület, ugyanis a burgerek nem, legalábbis köztársaság kivételével nem, de a clergy és a nobility, tehát a nemesség és a papság területeket követel. Most a papság pont nem, mert kis ország vagyunk, de látjátok, hogy a nemességhez 3 terület is tartozik. Egyébként teljesen overkill, nem kéne, hogy ennyi területük legyen. Egyszerűen úgy tudunk adni nekik területet. Szólnak amúgy, tehát megjelenik itt egy jelzés, hogy kevéslik a területüket, akkor odaadjuk nekik, például mi most odaadjuk a clergy-nek ezt, a területet mindjárt, és akkor elégedettek lesznek. Illetve így lehet növelni a lojalitásukat is, viszont minden területen, amit irányít egy ilyen rend, ott 25% a minimum autonómia. Tehát kicsit kevesebb adót szedünk be, kicsit kevesebb termel, kicsit kevesebb tartalékos haderő jön onnan. Úgyhogy egyensúlyozni kell ezzel is. Na most oda fogom ezt nekik adni, és a játék már jelzi is, hogy erre igencsak meg fog nőni a lojalitásuk
a papságnak. Lássuk mennyire. 64%, kicsit emelkedett a befolyásuk is, és most már az övék ez a terület. Látjátok, rögtön van is egy 25%-os autonómia, így itt, illetve az előbb 0% volt. Na de miért jó nekünk ezeken túl, hogyha szeretnek minket, és mik ezek a gombok? Ezek az úgynevezett interakciók. Mindegyik rendnek különböző interakciói vannak, nyilván megfelelően. És most be is tudok mutatni párat. Nem fog végzongrázni minden, csak a legfontosabbakon. Az interakciók egyik fele arra szolgál, hogy szeressenek minket, a másik fele pedig, hogy kapjunk tőlük valamit. Például, mi most a nemességenek mutatom be, kérhetjük tőlük azt, hogy adjanak 2650 tartalékos haderőt, amit azonnal megkapunk, vagy adjanak 100, ez attól függ, hogy mekkora a befolyásuk, mert alapból 50, de lehet 100 és 150 is, tehát adjanak 100 military pontot, és cserébe elvesztenek 20 lojalitást. Tegyük is ezt most csak a példakedvéért. Kérek tőlük, és látjátok már is, meg is kaptuk, de jött a figyelmeztetés, hogy 40% alatt van. Nos, ilyenkor ki lehet békíteni őket, méghozzá azzal, hogy összehívom az országgyűlést, a diétát. Ez nekem 5 presztízsembe kerül, de cserébe kapok 15 lojalitást, és növekszik a kicsit a befolyásuk is. Tehát azért problémás, de legyen, már is szeretnek minket megint. És ez hogyha ezt nem tettem volna, akkor úgy 100 hónap lett volna, míg visszamegy 40 fölé. És a nemesség azért problémás, mert ők képesek fellázadni. Na, de itt van nekünk a papság, akivel már alapból jól viszonyunk. Őtőlük kérhetek, látjátok, tőlük már csak 50 admin pontot tudok elkérni, mert 50% alatt van a befolyásuk. El is kérem tőlük, meg is kaptam. Ezek az interakciók úgy 20 évente használhatóak, tehát most nem tudunk kérni 64-ig tőlük semmit, és nem is tudjuk összehívni az országgyűlést 64-ig. Ennek az országgyűlés összehívásának nincsen amúgy ezen túl jelentősége. Volt olyan elképzelés, hogy lesz, de végül nem lett. És még szintén fontos, illetve gyakran használt, itt a városiaktól, ezt szeretem, ezt az interakciót, mert ez csak 10 lojalitásba kerül, és pénzt ad. Tehát, hogyha ezt most kérek tőlük pénzt, most éppen 19,45 dukátot fognak adni, de csak 10 lojalitást vesztek, tehát azt jelenti, hogy 40% fölött marad. Mert a 40% az 40% fölöttnek számít a paradoxnál. Tehát igazából ingyen pénz. Semmit nem kellett érte adnom. De őket is ki lehet békíteni, hogyha úgy jönne. Őket is presztízsel lehet kibékíteni, míg a papságot ki lehet békíteni presztízs és legitimációval, vagy pénzzel. Tehát most, amit elvettem a városi polgároktól, azt odaadhatnám a papságnak. Szóval, gondolom látjátok, hogy miért tartottam jelentősnek bemutatni ezt a játékmechanikát, még arról nem is beszéltem, hogy ugyanakkor ezek tudnak adni tanácsadókat. Tehát például a városiaktól mondjuk ők pont nem fognak adni, mert nem elég alacsony a befolyásuk, de a papságnak már 41 a befolyása, tehát tudok tőlük kérni egy-egy tanácsadót, mondjuk egy inkvizitort és egy teológust. Ez növeli 15-tel a befolyásukat, viszont ez a tanácsadó 50%-kal olcsóbban, vagyis 50%-kal kevesebbe fog kerülni, mint a többi, és kettes erősségű, tehát kettő admin pontot fog adni havonta. Most ezt el is kérem tőlük. Malcolm Naismith. Hát lássuk a jó Malcolmot, hogy mit tud itt vanni. Nem igazán van rá szükségünk, mert nincsen arra az országunkban. De, amint látjátok, nagyon jól mutatja, hogy ő havi 2 aranyba kerül, míg az szintén kettes Fraser Maitland havi 4 aranyba. Lehet többet kéne használnom ezt az interakciót, mert nem szoktam használni. Hát igen, nem vagyok prójátékos, maradjunk ennyiben. Mit kell még tudni ezekről? Még esetleg itt a provinciák
nál is meg tudjátok nézni. Five-ban, amint látjátok, nincsen. Itt fog megjelenni mindjárt. Five-ban nincsen, nincsenek jelen, de a frissen odaadott, mondjuk Aberdeenshire-ben, ott meg ott vannak. Hol vagytok? Itt vagytok, igen. Tehát ha az épület ikonra kattintotok, akkor itt már ki is adja. No estate. Itt viszont itt van a papság, és jól érzi magát ott. A többi országban is jelen vannak, nyilván. Például... itt. Látjátok, hogy 25% az autonómia. Tehát biztos, hogy Somersetben van egy. Meg is mondja nekünk a játék, hogy itt a papság jelen van. Hogyha mi meghódítanánk Somersetet, akkor a papság automatikusan törlődne. Mikor először kijött ez a játékmechanika, akkor nem törlődött, és előfordult, hogy meghódítottunk egy nagy területet, és így teljesen felrúgta az erőviszonyokat, mert mondjuk nagyon sok területe volt ott a papságnak, vagy a nemességnek, vagy akármi, és ez így alávágta a dolgoknak. Most már, ha meghódítjuk, akkor automatikusan törlődik onnan, viszont kopogtatnak is az ajtónkon a rendek, hogy ők nagyon szívesen beköltöznének ezekre az új területekre. Ez a developmenthez kötött egyébként. És még akkor azt elmondanám, hogy ha 60% fölött vannak, van a befolyásuk, akkor ezeken túl még a provinciához is adnak valamennyi módosítót. Például a nemesség, tudom, hogy a nemességet érdemes, a nemességnek érdemes olyan területet adni, ahol van erőd, mert az erőd erejét növelik. Nem magát a számot, hanem azt, hogy például meddig tart megostromolni. Illetve a kik ezek? A városiak, tehát a városi polgárok, ők pedig növelhetik azt, hogy mennyire jó a kereskedelem, mennyire erős kereskedelmileg az a terület. Nos, ennyi volt mára. Azt hiszem, jól körbejártuk ezt a játékmechanikát. Én mindenképpen ajánlom, hogy ha nem tettétek volna, akkor a kozákokkal foglalkozó, vagy róluk elnevezett DLC-t, a Cossacks-et mindenképpen szerezzétek be, mert hasznos dolgok ezek. Például... Igen, ez most elérhető. Oké, legyen ez. Még a végén megmutatom, hogy mi történik, hogyha elszabadulnak az indulatok. Most fogok kérni egy tábornokot a nemességtől, és azt írja, hogy 40 tradition. Ezt a tradition alapján számolja ki, azaz a tradíció alapján számolja ki, hogy milyen erős, hány pippel fog rendelkezni a tábornok. Vannak bizonyos határértékek, és azokon belül végül is kockadobást csinál a játék, és ad nekünk egy valamilyen tábornokot. De vannak ilyen garantáltak. Bizonyos tradíció alatt nem lehet bizonyos pipnél kevesebb a tábornok ereje. És most ezt megkérem tőlük, de 20-szal növekedni fog a befolyásuk. 86, pirossal jelzi a játék, hogy ez problémás. Lássuk, kit kaptunk egyébként. 5. Egész jó tábornok, 2-2-2-2, ez tök jó így a játék elén, főleg, hogy két ostromot ad. És kicsit elindítom a játékot, mert szerintem kell egy kis tick, hogy érzékelje a játék, hogy baj lesz. Ó, igen, meg is jelent itt, hogy Looming Disaster, azaz, hogy fenyeget az, hogy a nemesek átveszik a hatalmat. Erről a disasterről mondom, a következő részben beszélek, viszont egyenlően annyit kell tudnotok, hogy ez nem jó, mert hogyha ők megszerzik a hatalmat, akkor megváltozhatják az államformát, méghozzá nemesi köztársaságra, ami az egyik legrosszabb államforma a játékban. Na, ezt is láttátok. Köszönöm a figyelmet, szombaton megint találkozunk. Sziasztok!